az én életemet nézem, akkor az életemben az olvasás játszotta a legnagyobb szerepet. Feleségem azzal szokott szidni, hogy te vagy olvasottál, vagy sakkoztál az élet során. Igazságtalan ez, mert a sakkot abba hagytam tulajdonképpen. De olvasni mindig olvastam, mert ahhoz, hogy írjak valamiről, ahhoz rengeteg mindent el kellett olvasni. Megjelent egy kötettel, mint aki éppen csak arra jár, azt kinyitotta, és előre kiválasztott vers alapján bejárta velünk Adinak az életművét. Elvitt bennünket Adi szülőfalujába. Úgyhogy megszervezte ennek minden apró részletét, és a helyszínen tartott előadást. Ez a mondat, hogy talányos, sokszólamú alkotás, a dzsidavers kinyitotta az én irodalommal kapcsolatos gondolkodásomat, és rájöttem, hogy ahány olvasó, annyi vers. Volt egy dzsida kötet a könyvtárban. Én akkor gondolkoztam el először azon, hogy az én egész eddigi tanulmányaimat, középiskolai és az egyetemi tanulmányaim szerint ezek a versek ideológiailag nem helyeselhetők. Akkor nekem miért tetszik? Tehát a vers esztétikai hatása és a verset terhelő előítélet között kellett választani, és én azt mondtam, hogy nem lehet kétféle, nem lehet, hogy ideológiailag hibás, de egyébként a vers tökéletes formailag. Az akkor a tökéletes vers mellé kell állni, mert valahol az előítélettel van a baj, nem a verssel. Még abban a korban is lehetséges volt megóvni magunkat ideológiai szándékoktól, pártállami szándékoktól, hogyha megtaláltuk a megfelelő kiútat. Láng Gusztáv számára ez a kiút, ez, még egyszer mondom, maga a hivatás volt, magának az irodalomnak a szeretete. Ma már Erdélyben, hogy így mondjam, minden szakíró idézi azt, ahogy én ezt a saját nemzedékemet elneveztem, hogy az erkölcsi ellenzék nemzedéke, a tisztaság lett ennek a nemzedéknek az egyik fő szimbóluma. A bűz és az illatok közti különbség Páskándi korai verseiben. A harmat a csillagon, Kányádinak a költészetében. A harmat a csillagon úgy fejeződik be, hogy azt mondja, tócsákkal nem szövetkezett, liliomok fürödtek benne, és úgy ment el, ahogy érkezett. Azaz pont olyan tisztán, pont olyan büntelenül. Nos, ez a tisztaságkultusz került szembe az ideológiának a pártosságával, és lett ebből a nemzedékből egy kifejezetten ellenzéki nemzedék. Két olyan fiatalember volt azon az első évén, aki felkeltette rögtön az első pillanatban az érdeklődésünket. Az egyik ő volt, a másik pedig a nála egy évvel fiatalabb Kántor Lajos. Ők a tekintélyüket teljes joggal azzal a romániai magyar irodalom történettel alapozták meg, ami jóval később, 1971-ben jelent meg. Ez volt az első rendszeres romániai magyar irodalom történet azokban az években, hatalmas visszhangot váltott ki. A könyv ugyanis elég erőteljes kánonreformot hajt végre, két olyan szerző által és egy olyan korban, akik és akkor ezt a szót egyáltalán nem is ismerték. Ez a kánon, mindenki azt mondta, hogy ez egy nemzedéki kánon. Én utólag el is ismerem, hogy az, de ez a nemzedék Szilágyi Domokos, Kányádi Sándor, Páskándi Géza, Bálint Tibor, Szabó Gyula, tehát ezek csináltak valamit, megváltoztatták az irodalmat, és mi azt mondtuk, hogy akkor
változnia kell az értékrendnek is. Ez a könyv érdeme. Ha nagyon szerény vagy egyenesen álszerény akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy egyéb érdeme nincs, de ez bőven elég.